Üdvözöllek! Az előző videóban megnéztük, hogy a Strokes Plus beépített kézmozdulatait hogyan lehet használni. Most akkor azt néznénk meg, hogy sajátokat hogyan lehet létrehozni. Ha el van indítva, akkor itt van a tálcán az ikonja. Amúgy, ha erre kattintunk egyszer, akkor ez letiltásra kerül idéglenesen. Ha még egyszer kattintunk rá, akkor pedig engedélyezésre kerül. Ha duplán kattintunk, akkor pedig megjelenik az ablaka. Ugye itt vannak ezek a műveletek, jelenleg három kategóriára van ez osztva. Egészen pontosan ez egy programot jelent. Illetve itt vannak ezek a globálisok, ezek minden programban érvényesek. Most ilyet fogunk készíteni. Látható itt milyen lehetőségek vannak jelenleg. Most akkor egy olyat fogunk készíteni, amellyel menteni lehet a különféle programokban. Tehát ez konkrétan azt fogja jelenteni, hogy a Ctrl-S billentyű kombinációt fogja elküldeni a Strokes Plus az adott programnak. Ezáltal egy univerzális mentést tudunk megvalósítani, amely bármilyen programban használható. Amúgy itt van látható egyébként például a másolásnak a kézmozdulata, ami egy ilyen lentről felfelé irányul egyenes vonal. De ez látható ilyen apróbb skripteket kell nekünk írogatni, de szerencsére azt mindenféle probléma nélkül megtehetjük, hogy egy létezőtől ezt kimásoljuk. Tehát látható például a másolás az így néz ki, ehhez jelenti a kontrollt, ez pedig magát a műveletet, amit szeretnénk elvégezni, vagyis hogy küldjön egy billentyű kombinációt az adott programnak. Ez jelenti a kontrollt, ez pedig hát nyilván a C. Először is ki kéne találni, hogy milyen kézmozdulat legyen az, amire bekövetkezzen a mentés. Én ezt jelenleg egy L alakzattal, egy L betűvel szoktam használni. Ugyanakkor látható, hogy alapesetben az már hozzá van rendelve valamihez, de ezt mi innen el tudjuk távolítani, Media Last Track. Látható, itt van, hogy Delete. Innen ezt kitöröljük, így. Így mostantól az L betű az már használható lesz, az L alakzat használható lesz máshoz. Szóval akkor adjuk is ezt hozzá, Action. Legyen annak a zene, vagy mentés, és akkor oké. Okay. Látható, itt van alul, aminél ilyen halvány X van, ahhoz nincs hozzárendelve semmi, se kézmozdulat, se billentyű kombináció, vagy egyéb script, látható az ilyen Lua script. Egyrészt innen ki lehet választani egy már létező kézmozdulatot, alakzatot. Ugye az L-t az előbb töröltük, ezért ide kattintunk, hogy New, kattintsunk az OK-ra, és a jobbegeret lenyomva tartva rajzoljuk meg ezt az L betűt, majd engedjük fel. Néha ennek ad egy automatikus nevet, de ezt nyugodtan át lehet nevezni. Például L betű, és akkor szép. Majd itt vannak a rendelkezésre álló műveletek. Ezek közül ki lehet választani, hogyha megtaláljuk azt, amire szükségünk van. Hát nem annyira beszédesek talán. Azért én inkább azt mondanám, hogy átváltunk például a másolásra, hogy ez a Ctrl-C, hát nekünk meg a Ctrl-S-re van szükségünk, ezért hogy ezt innen kimásoljuk, így, Ctrl-C-vel, visszamegyünk a mentésbe, ide állunk bele, kattintunk, Ctrl-V, ezt átírjuk S-re, és azt mondjuk, hogy Apply, hogy alkalmazás. Ezzel készen is vagyunk tulajdonképpen. Ilyen módon akármennyi ilyen kézmozdulatot rögzíthetünk. Persze itt ezt bármikor tudjuk módosítani, ezt az elmetet átállíthatjuk akármire, csak arra kell odafigyelni, hogy az adott kézmozdulat itt ne szerepeljen, hiszen akkor összeakad a kettő, nem tudja a program eldönteni, hogy melyik műveletre van nekünk valójában szükségünk. Vagy akár ki is lehet kapcsolni, látható, nem muszáj feltétlenül törölni, mint ahogy az előbb töröltük itt a Media Last Track esetén. Magát a kézmozdulatot elég, hogyha csak ezt így megszüntetjük valamelyiknél. Ezt megtetjük, de most akkor állítsuk vissza az L betűre. És ha most elmegyünk valamilyen programba, hát lehet éppen akár egy böngésző, hiszen itt is van mentés, amikor egy weboldalt elmentünk. A jobbegér nyomva tartása mellett rajzolok egy L betűt, és látható valóban mentés másként. Persze ez mindig az adott program mentés párbeszéd ablakát jeleníti meg, vagy csak szimplán elmenti a kérdéses fájlt. És tulajdonképpen akármennyi ilyen billentyű kombináció létrehozható, nem csak a mentésre, hanem akármilyen műveletre. Egyrészt eleve itt vannak a különféle már kész műveletek. Ezek tulajdonképpen ilyen skriptekkel akármennyit írhatunk mi saját magunk is. Persze ez azért nem árt némi tudás, de tulajdonképpen, hogyha innen megnézed, hogy itt milyenek vannak, akkor innen elég sok mindent ki lehet másolgatni. Hát főképp az ilyen kontroll billentyűkre van szükség leginkább, ugye. Arra is van mód egyébként, hogy
csak egy bizonyos programban működő kézmozdulatokat hozzunk létre, ahhoz ide kell kattintani, és akkor például ennek azt a nevet adjuk, hogy Photoshop. És akkor itt a file name-ben Photoshop Exe. Ez az indító file-nak a neve, és akkor ez csak a Photoshopban lesz érvényes. Tulajdonképpen itt a kézmozdulatokat ugyanúgy kell létrehozni, mint itt a globálisban. Tehát látható, itt van a Photoshop, most ezt nem lehet még lenyitni, mert nincs benne semmi, az Add Action-re kattintva. Például vonalzó, az a Ctrl-R, mindenki tudjuk másolni a Ctrl-C-t, visszajövünk ide, beillesztjük és R. Hát a kézmozdulatot pedig vagy innen kiválasztjuk, erre betű, és akkor apply, és akkor innentől kezdve használható Photoshopban, de csak abban lesz érvényes. Ezeket persze lehet törölni, ezeket a programokat a delete-tel, vagy akár magukat, a kézmozdulatokat, hogyha ki vannak választva, delete-tel kitörölhetőek. És hát igazából egy ennyi lenne, még ami fontos lehet, hogy időnként egyes programokban, vagy például a játékokban zavaró az, hogyha működik a Strokes Plus, hát főleg játékokban, mert ugye ott például a jobbegír elég gyakran használatos, és ott is ugyanúgy végrehajtásra kerülnének ezek a kézmozdulatok. Hát itt átváltunk erre a lapra, hozzáadjuk, és akkor megadjuk ennek a nevét, tehát ez lehet akármi. Most az lesz, hogy valami, és akkor itt a file nevét ezt meg tudjuk adni. Most megadom például a Firefoxot, Firefox Exe. Mindig az indító file nevét kell megadni. Ezt akár a feladatkezelőből is meg lehet nézni. Apply, és akkor ha megnézzük, hát látható nem működik, a helyi menü jelenik meg a jobbegér gombra. Tehát itt szépen hozzá tudjuk adni, akármennyit tulajdonképpen, és akkor azokban a programokban vagy játékokban nem fog működni. De egyébként itt a Preferences-ben át lehet állítani ezt a jobbegéret például a középső egérgombra is, vagy bal egérgombra, vagy van ez az X1, X2, ez két ilyen plusz gomb, már amelyik egéren van. De mint mondtam, akár ennek a működését teljesen fel lehet függeszteni, hogyha kattintunk rá a bal egérrel az ikonjára. Hát ez tulajdonképpen ilyen módon működik, hogyha utána nézel, hogy milyen skripteket lehet írni, akkor ezeknél persze jóval összetettebbeket is meg tudsz írni. Meg hogyha itt megnézed, hogy mik vannak, akkor szerintem ezekkel már úgy egészen jól el lehet lenni. Például itt van ugye az Open Google, hogy a Google-t megnyitja. Csak hogy ez nem fog működni, mert itt hozzáadtuk a kivételekhez delete. Oké. És akkor hát látható, hogy betölte a Google. Hát ezt tulajdonképpen akármilyen más weboldalra meg tudjuk oldani. Egyszerűen csak ezt innen ki kell másolni, és létre kell hozni egy új action-t. Persze akárhol állhatunk, a Google az mindig be fog tölteni az alapértelmezett böngészőben. Hát ez sem egy rossz dolog egyébként a gyakran használt weboldalakhoz.